Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket, önök a Szombathely Ma című közéleti magazinunkat látják, melynek mai adásával többek között a következő témákkal foglalkozunk. Majd lesz szó munkahelyteremtésről, illetve munkahely megőrzésről, tiszta levegőről, biztonságról, bűnmegelőzésről. Emellett pedig megmutatjuk majd önöknek, hogy milyen remekül is versenyeztek a szombathelyi gyerekek a játékos sportverseny országos elődöntőjében itt Szombathelyen. Titokban elárulom már önöknek azt is így előre, hogy az egyik szombathelyi csapat a kettő közül tovább is jutott. Én azt hiszem, hogy érdekes témákkal várjuk majd önöket. Tartsanak velünk. Hamarosan kezdünk. Kedves nézőink, akkor tehát következnek azok a témák, amelyeket a sor elején említettem önöknek. Többek között tehát munkahelyteremtésről és munkahely megőrzésről lesz szó, és akivel erről a témáról beszélgetünk, az nem más, mint Hende Csaba, országgyűlési képviselő. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket! Miniszter úr, kezdjük akkor talán a munkahelyteremtés és munkahely megőrzéssel kapcsolatban, azzal a bejelentéssel, ami nagyon-nagyon aktuális áll végre, még egy hete sincs annak, hogy bejelentették, hogy sikerül megőrizni a vasjárműben közel 200 munkahelyet. Igen, sok éves kávária után, ami itt a felszámolási eljárás jelentett, sikerült a kormányzati pénzügyi segítséggel biztosítani azt, hogy legalább 176 munkahely tartósan fennmarad, és az új tulajdonos erősen bízik abban, hogy ez a rendkívül jó adottságokkal bíró és igen jó földrajzi elhelyezkedésű vasúti járműjavító üzem zömmel nyugat-európai exportra tud majd termelni, mint egy évi 1 milliárd forintos forgalmat remélnek. Ez pedig garantálni fogja nem csak a 176 kötelezően fenntartandó munkahelyet, de még akár a bővítést is. Ez tulajdonképpen egy hosszú menetelésnek a vége. 2010-ben, amikor kormányra kerültünk a választók akaratából, és engem nagy megtiszteltetés ért, mert harmadszor egymás után választottak meg Szombathely egyéni országgyűlési képviselőjévé a szombathelyiek. Hát akkor elég ramaty állapotokat örököltünk sok tekintetben, sehol se tartott a 86-os út, és hadd ne mondjam, jelentős munkanélküliség volt. És volt két nagyvállalat Szombathelyen, amely már akkor felszámolásban vergődött. Az egyik volt a Stihl, ahol több mint 600, mint egy 660 munkahelyet érintette a felszámolási fenyegetés, és a járműjavító, amely valaha szintén szebb napokat látott, és hát egy meglehetősen szerencsétlen menedzsment privatizáció következtében, egy részleges privatizáció következtében a Magyar Államvasutak részvénytársasággal közös tulajdonban működött a cég, és hát közös lónak túros a háta, még büntetőügy is keveredett a dologból, mert a MÁV úgy érezte, hogy a Szombathelyen lévő tulajdonostársai, azok a magánszemélyek, akik ugye korábban ott dolgoztak és üzletrészt vásároltak, azok, hát hogy is mondjam, meglopják a MÁV-ot, és ezért büntető feljelentést tett. Na hát ez nem segített abban, hogy a MÁV jó szívvel adjon megrendeléseket az üzemnek természetesen, hiszen perben haragban álltak, elég sokat kellett Fónagy Jánossal, Dávid Ilonával, a MÁV elnök asszonyával beszélgetnem, hogy azért az elmúlt években annyi munka legyen, ami a felszínen tartását a cégnek lehetővé teszi. Mindegy, túl vagyunk ezen a nehéz időszakon, a kormány megsegítette a céget a bérgarancia alapból, biztosította az átmenethez szükséges pénzt, hiszen most kell a cégnek talpra állni, most kell új megrendelők után néznie, és valahogy ki kell bírnia az elkövetkezendő hónapokat. Én bízom nagyon az új cégvezetésben. Nem titok az, hogy Gladfelder Béla volt államtitkár kollégám. Államtitkár kollégám volt az első Orbán kormányban, ahol ő a gazdasági, én az igazságügyi minisztériumban töltöttem be parlamenti államtitkári tisztséget, és kollégám volt most a harmadik Orbán kormányban is, hiszen ő a Nemzetgazdasági Minisztériumban ugyancsak államtitkárként ténykedett. A két időszak között 10 évet töltött
Brüsszelben, illetve Strasbourgban az Európai Parlament képviselőjeként. Tehát egy rendkívül felkészült és óriási nyugat-európai kapcsolatrendszerrel rendelkező személy, aki nekem nem mellesleg jó barátom, lett a cégnek az ügyvezetője. Ez igen szerencsés a tekintetben, hogy bízhatunk abban, hogy az osztrák, meg a német, meg a spanyol, stb. Államvasutakkal való kapcsolatfelvétel, a kialakított személyes kapcsolatok mozgósítása révén eredményre fog vezetni, és a szombathelyi járműjavító újra felvirágzik. Nagyon fontos minden egyes munkahely. Mondhatnánk, hogy Szombathelyen valójában óriási munkaerő hiány van. Épp ma jártam a kormányhivatal munkaügyi és foglalkoztatási főosztályán, a Vörösmarty utca 9-ben lévő épületüket felújították és azt adtuk át. És ma kaptam a legfrissebb adatot, 2% Szombathelyen a munkanélküliség. Ez praktikusan azt jelenti, hogy aki dolgozni akar, az dolgozik. Sőt, az újabb befektetések mellett már a meglévő cégek működése és munkaerőkorlátba ütközik. 2000 embert holnap fel tudnának venni a szombathelyi vállalatok. Tehát nem arról van szó, hogy ne lehetne elhelyezni akár több száz embert is egyik napról a másikra a szombathelyi munkáltatóknál, hanem sokkal inkább arról, hogy egy város akkor rendelkezik egészséges gazdasága, hogyha az lehetőleg sokszínű, ha több lábon áll. Ugye nagyszerűek a mi járműipari, autóipari beszállító üzemeink, amelyeknek hát a végén ugye mindig az autó van, és méghozzá legtöbbször a német autóipar termékei vannak, nagyszerű termékei. És rengeteg embernek adnak munkát, és a város GDP-éhez és iparűzési adóbevételéhez óriási mértékben járulnak hozzá, de ha mindent egy lapra teszünk fel, akkor olyanok leszünk, mint a szék, aminek csak egy lába van. Legalább három lábának, én úgy gondolom, lenni kell, de lehetőleg többnek. És azzal, hogy a kormány segítségével először a stílt tudtuk kihozni a felszámolásból, és megmentettünk 660 munkahelyet, most pedig a járműjavítót, két olyan tradicionális Szombathelyen, hát a járműjavító az több mint 100 éves. Régóta jelenlévő ipari és munkakultúrát tudunk megmenteni a jövőnek, korszerűsítve persze, és hogyha bármi történnék netán a járműiparban, mert hát ott a Volkswagen dízelmotorainak a botrányától kezdve sok minden váratlan esemény adódik, ami adott esetben aggodalomra ad okot az iparág helyzetét, vagy éppen a fő felvásárló helyzetét illetően. Ugye, ha azt szokták mondani, hogyha Németország köhint egyet, akkor Magyarország tüdőgyulladást kap. Tehát annyira szorosan kötődünk éppen ezeken a kialakult beszállítói láncolatokon keresztül a német ipar teljesítményéhez, hogy a legkisebb fuvallat is itt már szélviharként érződik. Ha esetleg a Volkswagen helyzete megbillenne, vagy megbillent volna, nyilván először a periférián lévő beszállítókat szigetelik le, azért, hogy a centrumhoz közelebb lévő munkahelyeket, a németországi munkahelyeket megőrizhessék. Ugye értjük, hát ez egy törékeny és sérülékeny helyzet. Ezért nagyon fontos, hogy Szombathely a lehetőség határáig mentse meg azt, ami megvolt azelőtt is, hogy a nagy autóalkatrészgyárak ide települtek volna, és igyekezzen a szakképzési tevékenységében is nem monokulturálisan gondolkodni, ugye, ne csak egyféle terméket és egyféle szakképzettséget előállítani, hanem a lehető legsokszínűbb gazdaságot építse ki, és teremtse meg ennek a feltételét. Ez legalább olyan fontos ez a szempont szerintem, mint a megmentett, hát több mint 800 munkahely, csak ennél a két cégnél. Mindehhez igen erőteljes lobby tevékenységre volt szükség, hiszen a stílbe majdnem 1,5 milliárd forintot
tett bele a magyar kormány költségvetési pénzből. Elég ritka eset ez, valljuk meg, hogy egy csőd fele tántorgó iparvállalatot a kormány egy ilyen gálás mozdulattal megment, és hát 100 millió forintot meghaladja a járműjavítónak adott bérgarancia is, tehát ebbe is jelentős állami forrás került bele. Én örülök annak, hogy ez a két neuralgikus pont megszűnt, ez a két öröklött tehertétel immár lekerült a város válláról, és a 2010 előtt bajba jutott vállalatainkat meg tudtuk menteni. Miniszter említette, hogy 2000 munkásra lenne szükség, akiket akár mondjuk az ország túlsó oldaláról is ide lehetne csábítani. Ehhez viszont lakásokra lenne szükség. Ha jól emlékszem, mikor miniszterelnök úr itt volt, akkor is szó volt a lakáskérdés megoldásáról. Így van, ez novemberben történt, abban állapodtunk meg, és ez került be a kormány határozatba is, tehát jogilag kötelező erejű rendelkezésről van szó. Ugye a nemzetgazdasági miniszter Varga Mihály vezetésével alakul egy munkacsoport, amely külön, speciálisan a szombathelyi munkaerő helyzet és lakáskérdés összefüggéseit áttekintő és megoldási javaslatokat asztalra letevő munkát fog végezni. Ennek a munkának a kezdetén tartunk, de hát ösztökéljük a Nemzetgazdasági Minisztériumot, hogy legyen olyan kedves, és ragadja föl ezt a zászlót, és emelje magasba. November óta, amikor itt volt a miniszterelnök, sok dolog történt lakáspolitikai fronton, hát emlékeztetnék a Csokra. Ugye a három gyereket nevelő, vagy azt vállaló családok kapnak 10 millió forint állami támogatást, tehát ingyenes juttatást, kapnak 10 millió forint 3%-os kamatozású, garantáltan mindvégig 3%-os kamatozású kedvezményes hitelt, és akik saját maguk építenek lakást, ők visszaigényelhetnek 5 millió forintot a számlájukban lévő áfából is. Hát ez összesen 25 millió forint, tehát ehhez fogható sem volt még soha. De mindez nem váltja ki a szombathelyi külön lakásprogramnak a kérdését. E fölött, e mellett kell megoldanunk azt, hogy az ország más területéről is ide tudjanak jönni munkát vállalni szándékozó emberek, mert itt megfizethető áron lakáshoz tudnak jutni. Természetesen néhány szempontra ügyelni kell. Először is nagyon fontos, hogy itt a város, a magyar állam és az érintett vállalatok együttműködésére és közös tehervállalására lesz szükség. A város például a rendelkezésére álló közművesített telkeket bocsáthatja rendelkezésre, hiszen a városnak is érdeke, hogy fejlődjön az ipar, mert akkor lesz adóbevétele, akkor tud fejlődni. Az állam pedig szintén adóbevételben érdekelt, és ezért külön pénzforrásokat kell, hogy majd ebbe a történetbe beletegyen, és bele kell tegyék a pénzt a vállalatok is. Ők megjegyzem, most is sokat költenek a munkásaik lakhatására, hiszen akár havi 100 000 forintos lakhatási hozzájárulásokat is fizetnek tudomásom szerint. Ezt a pénzt összegyűjtik, és beteszik ebbe a közös programba, akkor az én nézetem szerint régi kifejezéssel élve úgynevezett bérlő kijelölési jogot kell, hogy kapjanak. Ez nagyon fontos, hogy a vállalatok mondhassák meg, hogy az így létrejövő lakásokba kik költözhetnek be, és nyilvánvalóan ezek a lakások addig állnak rendelkezésre az illetőnek, amíg annál a cégnél dolgoznak. Miért fontos ez? Mert ha most építünk egy csomó lakást, azt odaadjuk mondjuk Borsodból ide települő embereknek, minden feltétel nélkül, akkor ők holnap szombathelyi bázist ugródeszkaként használva, az itteni lakás meg van oldva, mennek Ausztriába is, hát egy kicsit jobb fizetésért dolgoznak. Na, ezért nem csinálunk lakásprogramot, hogy megkönnyítsük az Ausztriába való ingázást, azért csinálunk, hogy a szombathelyi vállalataink, cégeink munkaerő hiányát enyhítsük. Viszont ahhoz, hogy a munkaerőt ide lehessen csábítani Szombathelyre, nem ártana, ha esetleg egy picivel mondjuk, vagy akár sokkal tisztább lenne a levegő? Igen, gondolom, hogy a Falco
RT környezetterhelésére gondol a szerkesztő úr. Hát itt sajnálatos módon azt kell megállapítani, hogy hiába volt az egyértelmű lakossági akarat, a 8000 aláírás azért, hogy kerüljön fel végre a mindenki által ismert szörnyűséges látványnyújtó kéményre az állandó mérőműszer. Hiába volt a hatósági kötelezés, amely szerint ez év január 31-ig, immár egy halasztás követően, a cégnek ezt fel kellett volna szerelnie. Most február 3-a van, és nincs felszerelve a mérőműszer. És hiába volt az önkormányzat egyhangú határozata is, amely szintén csatlakozott ehhez az általam indított petíciós kezdeményezéshez, amely korszerű szűrőberendezést és a folyamatos mérést igényelt. Mind a kettő megoldható, amint azt már sokszor elmondtam, ezeket a problémákat, ezeket a feladatokat a Falkot tulajdonló Kronospán nevű osztrákcég gyakorlatilag az összes külföldi gyárában megoldotta. Hát nálunk is rég meg kellett volna oldania. A csehországi jilavai gyárukban immár 3 éve működik a korszerű szűrőberendezés, a közmegelégedés. Elmentem oda egy kis delegációval, megszemléltük ezt a dolgot, és megkérdeztük az ott élő embereket, nagyon meg vannak elégedve. Egy kérdés van továbbra is, hogyha még Csehországban is, vagy Ausztriában, meg egyéb helyek át, nyilván hát próbálnak meg nem felszerelni. Ha ott is felszerelték, akkor itt még vajon miért nem? Az pedig hát egyenesen elképesztő, hogy a magyar hatóság kötelezte a céget arra közel egy évvel ezelőtt, hogy tegye fel ezt a folyamatos és a működő mérőműszert, hogy minden időpillanatban tudjuk azt, hogy milyen ki azon a kéményen, ami annyira kaparja a torkunkat és sokaknak a bőrét is csípi, meg amelyből leszálló por és pernye ugye belepiott a környéken az autókat és mindent. Nagyon jó lenne ezt tudni pontosan. A cég ehhez képest haladékot kért, hogy mindjárt felteszem, kapott 4 hónap haladékot. Ugye lejárt az eredeti határidő, és most lejárt a halasztási határidő, és nincs felszerelve ez a mérőműszer. Tudomásom szerint a cég újabb haladékot kért, hát bocsánatot kérek, még meddig várjunk, ugye? És ugyan, hogy néz ki ez a dolog az ő felfogásukban, nehéz ezt higgadtan és türelmesen tűrni. Itt most már a hatóságnak kell lépnie. Az aláírásgyűjtés, az önkormányzati határozat, ezek politikai eszközök. A pártoknak az alaptörvény szerint az a feladatuk, hogy közreműködjenek a népakarat kinyilvánításában. Ez történt az aláírásgyűjtéssel. Ennek jogilag kötelező ereje természetesen nincsen, mert a hatósághoz jogilag kötelező határozatokat, ez megtörtént. A hatóság előírta a folyamatos mérőműszer felszerelését, a cég ezt a póthatáridőben sem teljesítette. Hát ilyenkor megvannak azok a bírságolási és egyéb büntetési eszközök, amelyek a magyar környezetvédelmi hatóság kezében ott vannak. De nem csak a mérőműszer hiánya a probléma. Ugye 4 évvel ezelőtt kötelezték arra a Falkót, hogy 4 év alatt érje azt el, hogy a zaj kibocsátása, az a zaj terhelés, amellyel hát zavarja a környezetében élőket, lakókat, az kerüljön a törvényes szint alá. Tehát próbálják meg elérni az előírásoknak megfelelő zajongást. Nos, december 20-án lejárt ez a határidő, 21-én éjszaka a Magyar Zöld Hatóság kiment egész éjszaka. Miért? És 8 decibellel a Falkó még mindig túllépi a magyar törvényben előírt határértéket. Ez is nagyon komoly probléma. Legalább ekkora gond az is, hogy olyan területen is, olyan üzemi területen is dokumentáltan végeznek faaprítási tevékenységet, ami igen nagy zajjal jár, amelyre nincsen engedélyük.
Tehát azt kell mondanom, hogy igen sok tekintetben a jogtalanság talaján áll a cég, és miközben fityethány a népakaratnak, dacol az önkormányzati döntéssel is, egyben a bolondját járatja a magyar hatóságokkal. Tehát itt most már a hatóságnak kell véleményem szerint a meggyőzés és a hát, egyéb eszközök kimerülvén a sarkára állnia. Megjegyzem, hogy a mai napon a Falkó kérésére Puskás Tivadar polgármester úrnál sor került volna egy találkozóra. A Falkó kérte, hogy a polgármester úr hallgassa meg őket. Polgármester úr, az alpolgármesterek és az én társaságomban fogadta a Falkó igazgatóságának elnökét, Novák urat és Vecsei urat, a vezérigazgatót, akik le sem voltak hajlandóak ülni, és nem voltak hajlandók tárgyalni és elmondani azt, hogy miért jönnek, mert személyem oly mértékben zavarta őket. Sarkon fordultak és elmentek. Hát ez fogható, hogy is mondjam, impertinenciát, hogy idegen szóval éljek, és a diplomáciai szokások ilyen mérvű megsértését még nem tapasztaltuk, de lassan már Falkújban semmi se lep meg minket. Polgármester úr mondta, hogy hát bocsánat, ők kérték a találkozót, hát talán ő majd hadd határozza meg, hogy ő kikkel együtt kívánja a Falkót fogadni. Olyan nincs, hogy elmegyek vendégségbe valahova, bekérezkedem, és akkor azt mondom, na azt a családtagot, azt tessék kizavarni az utcán, mert addig le se ülök, amíg ő itt van. Hát pedig ez történt. Nagy a harag, nagy a méreg, aminek az okát nem nagyon értem, talán hasznosabb lenne, hogyha a cég vezetése és a tulajdonos arra koncentrálna, ami a dolga. És mondjuk nem az országgyűlési képviselő egyébként közérdekű és teljesen legitim és alkotmányos tevékenységét kifogásolná ilyen elfogadhatatlan módon, hanem mondjuk teljesíteni azokat a szabályokat, betartaná azokat a törvényeket és határozatokat, amelyeket a magyar törvény és a magyar hatóság ránézve előír. Miniszter úr, van még egy pár percünk a beszélgetésünkből, hogy egy picit azért pozitívabb kicsengése legyen az egész dolognak. Beszéljünk egy olyan aláírásgyűjtési kampányról, amely nem 8000, hanem 24000 aláírást hozott itt Szombathelyen. Így van, ez a Fidesz frakció által indított aláírásgyűjtési kampány, amely Szombathelyen kiemelkedően sikeres volt. A szombathelyi emberek soha nem látott mértékben értettek egyet a petícióval, amelynek az a lényege, hogy az Európai Uniós migrációs kvótát ne kelljen Magyarországgal szemben alkalmazni, és támogatják a kormány tebbéli törekvéseiben. Két mondatban elmondom, miről van szó. Tehát ugye tavaly nyáron mi megakadályoztuk azt a kerítés megépítésével, hogy Magyarországon átvonuljon az a mintegy 1,5 millió migráns, akik összességében az elmúlt egy évben bejöttek Európába, nagy részük Németországba. Az Európai Unió ezt követően hozott egy döntést arról, hogy egy bizonyos képlet, a Juncker képlet szerint elosztja az Európai Uniós tagállamok között ezeket a migránsokat, akkor is, ha az adott tagállam ezt nem akarja, sőt maga a migráns sem akar oda menni, mert hiszen Magyarországra kevesen kívánkoznak, Németországba szerettek volna, mert Merkel azt mondja, oda hívta meg őket, ugye. Ennek ellenére hoztak egy ilyen kötelező érvényű döntést, ez egy olyan szegednyi migránsnak a Magyarországra való kényszerbetelepítését jelentette volna a megkérdezésünk nélkül. És a magyar kormány meg a Fidesz azt mondja, hogy nem kívánunk ilyen határozatot végrehajtani, ilyennek a szenvedő alanyai lenni, majd mi eldöntjük, hogy kit fogadunk be, majd mi eldöntjük, hogy kivel akarunk együtt élni, és kivel osztjuk meg azt a hazát, a mi hazánkat, amit a szüleinktől, nagyszüleinktől, őseinktől örököltünk. Nem mondja ezt meg Brüsszelben nekünk senki, hogy darabra majd ott eldöntik és ide küldik ezeket az embereket, akik egyébként valószínűleg másnap már újra nekiindulnának az osztrák határnak. Hát ők nem Magyarország, tehát ez egy rendkívül buta uniós döntés, ki kell mondani, ez elég látványosan bizonyosodott az elmúlt egy évben, hogy Európa tele van
alkalmatlan politikai vezetőkkel, akik teljesen életidegen, észszerűtlen és az egészséges veszélyérzetet teljes mértékben mellőzés nélkülöző politikát folytatnak. Ez egy igen veszélyes tendencia, ez nem csak a kultúránkat veszélyezteti, de komoly terrorfenyegetést is hozhat. Tudjuk azt, hogy a párizsi terrorcselekmények több elkövetője az Magyarországon keresztül, amikor még ugye a kerítés nem volt meg, jutott el Nyugat-Európába, és ki tudja, hány ilyen potenciális terrorista van ebben a másfél millióban. Szerencsére Magyarország el tudta érni azt, hogy nem érinti ez a probléma. De ha kényszeren ide telepítenek egy csomó, több tízezer migránst, akkor nálunk is felütheti a fejét ez a dolog. Úgyhogy úgy gondolom, hogy... És hát ha mondjuk a kölni eseményekre gondolom, szilveszter éjszaka, amikor mintegy 1000 migráns teljesen felgerjedve a német nőket ott megerőszakolta, meg molesztálta, meg kirabolta, meg fenyegette, meg bántalmazta, akkor azt hiszem világosan látjuk annak a veszélyeit, hogy megkérdezésünk nélkül ide hozzanak ilyen tömegben bevándorlókat. És az emberek ezzel az aláírással, amit, mint tetszett mondani, 24 ezeren tettek meg Szombathelyen az elmúlt 3-4 hónap alatt, egyértelműen állást foglaltak abban, hogy egyetértenek a kormány politikájával, és nem kívánják ezt a kényszerbetelepítést. Miniszter úr, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, mi pedig folytassuk akkor azzal a kis összefoglalóval, amelyet a játékos sportverseny országos elődöntőjén készítettünk. Ugye az egyiket rendezték itt Szombathelyen, két iskolánk képviseltette ezen magát, egészen pontosan az Rényi és a Lerkovics. Nézzük azt meg, hogy a kettő közül melyik is jutott tovább. Szombathelyen a Szavári Egyetemi Központ sportcsarnokában rendezték meg a játékos sportverseny diákolimpiájának egyik elődöntőjét. A hazai színeket az Rinyi, valamint a Derkovics iskola képviselte. Mellettük Csorna, Balatonalmádi, Lenti, Nagykanizsa, Kóny és Csopak érkezett a Vasi megyeszékhelyre egy-egy csapattal. 8 csapat részvételével zajlik az országos elődöntő játékos sportversenyekben. Az országos elődöntőkre és a döntőkre a Magyar Diásport Szövetség felkérés alapján lehet megrendezni. Szombathely úgy döntött még a tavalyi év vége fele, hogy szeretné megrendezni ezt a rendezvényt, hiszen a városunkban nagy hagyományai vannak a játékos sportversenyeknek. Éppen most is 2 szombathelyi iskola vesz részt, a Derkovics és a Zényi iskola csapata versengít mögöttünk. Mi pályáztunk erre a lehetőségre, és a Magyar Diásport Szövetség úgy döntött, hogy akkor minket kér fel, így jött létre ez a mai rendezvény. Gondolom számotokra az is fontos, hogy lényegében így Szombathely neve, Szombathely hírneve, Szombathely sporthírneve messze földre eljut elvégre. 6 olyan város van itt, aki ugye nem Vas megyei. Így van, hiszen itt most 4 megyéből versengenek a gyerekek, megyénként 2-2 csapat van itt. Természetesen én gondolom, hogy ezek a megyék mindenképpen majd jó emlékekkel térnek haza. Mi legalábbis a rendezés szempontjából próbálunk megfelelni a magasra helyezett mércekritériumainak, úgyhogy próbálunk egy emlékezetes versenyben a gyerekeknek produkálni. A szombathelyi színeket képviselő két iskola a városi fináléban harcolta ki, hogy az országos elődöntőben is részt vehessen. Mindkét oktatási intézmény nagyon komoly tervekkel érkezett a versenyre, nem titkoltan a derkósok és az rinyisek is továbbjutást vártak maguktól. Sokat készültünk a versenyre, kisebb sérülések, betegségek azért akadályoztak minket, ennek ellenére úgy érzem, hogy tisztességesen felkészültünk, nagy örömmel jöttünk játszani, egy játéknak fogjuk fel, mindent megteszünk azért, egy jó eredményt érjünk el. Nagyon úgy néz ki, hogy jó eredmény is összejön, mert a jelenlegi állás szerint a Nagykanizsával ti jártok az élen, magyarul köztetek dől el a két továbbjutó hely. Igen, nagyon úgy néz ki, de hát nem adjuk fel, azért szeretnénk minél jobb helyezést elérni. Ha meg esetleg a másik helyre érnénk be, annak is örülünk, dolgozunk tovább. Tanári szemmel nézve a gyerekek számára mit jelent ez a vetélkedés, mert óriási itt a hangulat. Hatalmas hangulat, játék, buli, én úgy látom, hogy jól érzik magukat, mindent megtesztek azért, hogy a legjobb eredményt érjük el, és hát azért jöttünk, hogy egy jót versenyezzünk. Végezetül pedig az iskolátok számára mennyire fontos az, hogy jól szerepeljetek? Nem csak az iskolánk számára fontos, hanem a gyerekeknek, nekünk is, mert sokat készültünk rá, és a legjobb eredményt akarjuk elérni. Az alsó tagozatos diákokból álló csapatok 10 versenyszámban mérték össze a tudásukat. A gyerekeknek ügyességre és gyorsaságra is szükségük volt ahhoz, hogy jól teljesítsenek. A két szombathelyi iskola végig dobogós helyen állt.
Nagyon sokat készültünk a versenyre, és szerintem nagyon jól érezzük itt magunkat, és reméljük, hogy jól fogunk teljesíteni. A rendkívül izgalmas, színvonalas versenyt végül 74 ponttal a nagykanizsai csapat nyerte. Ők egyenes ágon jutottak be a március 5-én Jászberényben kezdődő országos döntőbe. A 69 ponttal másodikként záró Zrínyi pótselejtezőn harcolhatja ki a fináléba jutást. Az 59 ponttal bronzérmet szerző Derkovics számára viszont befejeződtek a további küzdelmek. Kedves nézőink, új vendéget köszönhetek itt a stúdióban, viszont a téma az marad a régi. Ág Ernő képviselő urat köszöntöm itt, mégpedig a Bűnmegelőzési, Közbiztonsági és Közrendvédelmi Bizottság elnökét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Elnök úr, a téma, ami akkor maradjon a régi, amivel miniszter úrral befejeztük a beszélgetésünket, az az aláírásgyűjtési kampány volt, ugye a kvóta ellen, és hát ugye nem csak 24 ezer szombathelyi írta ezt alá, csak az idézőjelben van természetesen, hanem ezt a közgyűlés is megerősítette. Közgyűlés egyes napirendi pontjaként szerepelt, valóban ez egy nagyon fontos kérdés, és nagyon sajnálom, hogy a közgyűlés egy irányba ment el, hogy szétszedték ezt a napirendi pontot, mely szélességgel támogattam, és az aláírásgyűjtésben is aktívan részt vettem, és az a tapasztalatom, hogy az emberek megértették, hogy miről van szó, a biztonságukról, a családról, az országról. Tehát ez nem országos ügy, ez helyi ügy is, hiszen valamennyiünkről van szó. Ezt sajnálom, hogy a baloldali képviselők nem értették meg, és szétbombázták ezt a napirendi pontot. Viszont a közgyűlésben volt szó más olyan területről is, olyan dologról, ami az ön szakterülete, ugye a bűnmegelőzéssel kapcsolatos. Gondolok most például arra a témára, amely többek között a drog megelőzésről, a fiatalokkal kapcsolatos drog problémákról szólt. Egyik legfontosabb, igen, a fiatalokkal való foglalkozás. A közgyűlés foglalkozott az egészségnevelési programja keretén belül. Egy 7 programból álló sorozatot fogadtunk el, amely közel 10 millió forintot szánunk erre a program sorozatra, amely egész éven zajlik. Ez az óvodáskortól a középiskoláig tartó fiatalokat foglalja magába. Ami itt a konkrét kérdést illeti, a 4-es és az 5-ös program kapcsolódik ehhez, hiszen a fiatalok a drogkérdésben nagyon érintettek. Ez a 4-es és az 5-ös program a hallgatók számára bízom benne, hogy sikerül megelőzni és jó irányba terelni a fiatalokat. Nagyon sokszor beszélünk, elnök úr, arról, hogy Szombathelynek mennyire jó a közbiztonsága, mennyire jó itt a helyzet ilyen szempontból, de ettől függetlenül gondolom a prevenció az hihetetlenül fontos, a megelőzés, ugye ami a felvilágosítással kezdődik, akkor szerintem ebben az esetben is. Ebben az esetben is erről van szó, így van. Tehát a megelőzésről is egy országos hírű előadókat hívtak meg erre a sorozatra, a 4-es és a 5-ös programban, hogy tényleg vonzóvá tegyék a fiatalokat az előadásra is. Ne csak egy monoton formában, hanem tényleg érezzék a súlyát, és bízom benne, hogy el is érli ezt a célt, és remélem, hogy én ezt sikerül meglátogatnom. Hogyha már a bűnmegelőzésről, a közbiztonságról beszélünk, akkor ugye az önök bizottsága látogatást tett a 112-nél, ugye ez a rendőrség hívószáma. Igen, bizottságunk célt tűzte ki, hogy a kapcsolódó társszerveket meglátogatjuk. Ez a tavalyi év folyamán sikerült, 3-at látogattunk meg, a közterületfelügyeletet, a rendőrséget és a katasztrófavédelmet. Idei első látogatásunkat is úgy időzítettük, hogy január hónapban a soros tevékenység a közgyűlési programjai mellett után elmentünk a 112-es hívásfogadó központba, és a bizottság tagjai tényleg érdeklődéssel figyelték egyáltalán az egésznek a bemutatását, hiszen van, aki ugye első ízben szerzett tudomást erről, már közelből. A hivatali vezető és az ottani munkatársak tényleg alaposan bemutatták ennek a történetet. Hát jelképesen mondta a Balázs ezredes úr, hogy a Szent Márton köpenye, hiszen az országban 112-es fogadó 2 van, egyik ugye Miskolcon és a másik Szombathelyen, tehát az egyik köpeny az itt van és fogadja, segítséget nyújt a bajba jutott embereknek. Az előadás során azért picit meglepődtünk, hogy a hívások nagy része, tehát nem valódiságot tartalmaz, hanem bizonyos elkeseredettségéből, pánikállapotból, egész bagatell dolgokból is hívják fel a 112-est, de ez viszont olyan célból jó, hogy ez egy szűrő.
Tehát ha ezt beráműlesztenénk a készenléti szervekre, értem a rendőrségre, a katasztrófa védelemre, a mentőkre, akkor bizony leterhelni a vonalakat. Ezek a munkatársak megszűrik azokat a problémákat, és csak utána kapcsolják, illetőleg intézkednek a készenléti egységek felé. Önök úr, hogy kell ezt elképzelnünk? Egy teremben ül 2-3, esetleg 10-20 ember, hogy van ez az egész? Mert ez laikusok számára is gondolom érdekes lehet. Nagyon érdekes, és egy hatalmas csarnokról van szó. A Söptei útnak a teljes harmadik emelete egy egybefüggő teremben van, és ott szám szerint nem tudnám megmondani, hogy egy időben hány teljesít szolgáltat, de 50-en biztos vannak, és hát nyilván ennek a nagy területnek a hívás fogadásához ennyiben szükséges, és a operátorok irányítják az egészet, mindig van egy felügyelő, aki ezeket a munkát összefogja. Érdekes volt. Gondolom, amit ön is említett, hogy nagyon sok olyan hívás van, ami mondjuk vaklárma, vagy esetleg olyan, ami segítséget igényel, mondjuk nem éppenség egy rendővédelmi szerv beavatkozását, de van esetleg köztük pszichiáter, aki foglalkozik ilyenkor azokkal a kérdésekkel, ami csak egy példát mondok, hogy valaki mondjuk öngyilkos akar lenni és felhívja a 112-t, akkor gondolom elirányítják oda, ahova éppenséggel kell, mert a lelkisegélyszolgálat is ebből a szerepből jött ugye létre, másrészt nem árt, hogyha valaki ütöd egy ilyen emberrel beszélni, aki bajban van, hogy segítsen. Igen, ezek a munkatársak nagyon kiképzettek, tehát már erre kiképezték őket, hogy ezt a beszélgetések folyamán már tudják kezelni. Amennyiben ez nem tudják kezelni, akkor kerül ez a második sorra, tehát irányítják a hívást. Tehát a lényeg az, hogy szakképzetten nagyon Igen. sokan várják akkor ezeket a hívásokat, viszont egy pici időnk még maradt akkor. És akkor most nem elnöki pozícióból kérdezem önt, hanem önkormányzati képviselőként a körzetében mi újság van? Melyek azok a legfontosabb bejelentések, amelyek most aktuálisak? Én már 19-én tartottam aktuális fogadóórámat, és nagy számban azért jönnek el az választópolgárok. Mondanak jót is, hál' Istennek, hogy azért ami történt, azt értékelik, és tényleg pozitívan állnak a kérdéshez. Hát vannak nyilván felvetett problémák, azokat orvosoljuk, de azért, ami a szívem csücske, ugye ez a Ferenci utcai összekötetés, sokan kérdezik, hogy hát mi lesz belőle. Hát valóigaz, most egy top programot fogadtunk el a közgyűlésen, mert a top terület fejlesztésnek az operatív programjában ez az utca nem tudott bekerülni, azért, mert az indikátor feltételek olyanok, hogy ez nem tudtuk volna teljesíteni a pályázatot, hiszen itt 850 millió forintot 5,1 km úthoz rendelték, és itt ez az útszakaszról, ez egy 600 méteres útszakaszról van, maga 500 millióba kerülne, tehát felemésztette volna az egész programnak a költségét. Bízom benne, hogy más forrást sikerült találni, hiszen ez nagyon fontos. De viszont jó hír, hogy ebbe a programba, a TOB-ba a közvetemhez tartozó Újvilág utca is bekerült. Hát bízunk a Fejlesztési Minisztérium, hogy ezt a kiválasztott utcákat pozitívan döntés, akkor megépítésre, illetve felújításra kerülnek. Így akkor a beszélgetésünknek is pozitív a kicsengése. Elnök úr, képviselő úr, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen a lehetőség. Kedves nézőknek, köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet itt a Szombathelyi Televízióban. Hamarosan a híradó ismétlése következik, majd tartsanak továbbra is velünk a viszontlátásra.